Szervusztok, Orosz Gábor vagyok, független fejlesztő vagyok. Nem igazán sokat szeretnék beszélni arról, Nem igazán sokat szeretnék magamról beszélni, hogy mikkel foglalkozok, azt mindenki meg tudja a LinkedIn page-emen nézni. Alapvetően mobilfejlesztések és agilis módszertanok az, ami az én specialitásom. Nos, a Samarinnal én úgy kerültem kapcsolatba, hogy egy megrendelőm kérte tőlem, hogy evaluáljam ezt a rendszert neki, és mondjam meg, hogy az ő legközelebbi projektjükre ez megfelelő lesz-e. És lényegében ugyanezen a módon szeretném nektek is bemutatni, hogy mi az a vélemény én, amit erről a rendszerről nekik átadtam. A Samarin annyiban különbözik az előzőektől, amiket bemutattak az előző két előadók, hogy ez egy natív megoldást fog kínálni. Azt fogja jelenteni, hogy iOS-re, Androidra, Windows Phone-ra képesek lesztek egy közös kódbázist előállítani, ami az ábrán is látszik, egy core library-t, ami közösen tartható, közösen maintainelhető, és közösen tudjátok azt fejleszteni. Megspóroltak egy csomó bajt, ami a különböző natív platformokra külön fejlesztést jelenteni. Ez papíron baromi jól néz ki, tehát ezt nagyon szépen felreklámozta a Samarin és a Microsoft is, de a valóságban ez úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon sokat fogtok ezzel az egésszel szívni, hogy mindegyik platformon hasonló élményt sikerüljön kihozni, és mindegyiken megvalósítható legyen ugyanaz a funkcionalitás. Tehát azt fogja jelenteni, hogy rengeteg sok dependency injection-t és separation of concern-t fogtok bevezetni, és rengeteg sok kódot a különböző platformokra újra és újra meg fogtok írni. Ami viszont igaz az állításukból, hogy mindegyik platformra, ez a jobb oldali képen is látható, valamennyire natív kódot lesznek képesek előállítani. Mivel a közös nyelv mindegyik platformnál az a C-sharp lesz, annak pedig van egy olyan hátránya, hogy egy garbage collector-t használ, ezt ott se lehet majd kikerülni. A tooling az viszonylag egyszerű, tehát ez az utóbbi időkben nagyon sokat fejlődött. Hogyha egy hónappal ezelőtt adtam volna ezt elő, akkor itt a sárga földig tiportam volna az egész koncepciót. Most viszont elmondható, hogy a Samarin Studio, amit a nemrégében adtak ki, az egy jól használható és egy kellemes rendszer lett. Viszont Visual Studio-val is nagyon jól lehet erre fejleszteni, ennek viszont megvan az ára. A jobb oszlopban lehet látni, nagyon szép $1000-okat lehet látni, és hogyha összeadjátok ebben, egy nagyon-nagyon komoly összeg fog kijönni. Tehát látható, hogy ez semmiképpen sem ingyenes. Az Android esetében a Samarin Studio-val, Visual Studio-val tök jól le tudjátok fedni ezt az egész fejlesztést. Ott egyetlen egy idén belül mindent meg tudtok oldani, egészen a fejlesztéstől az ide, a UI-os munkákat tudtok deployolni, tudtok debugolni, és tudjátok disztribútálni az alkalmazást. Az iOS esetében ez nem ennyire egyértelmű, ott az Xcode-ot nagyon sok esetben elő kell venni, hogyha mondjuk storyboardokat akartak alkalmazni, akkor azt is Xcode-ba kell tenni, hogyha éppenséggel debugról van szó, akkor mindenképpen Mac-re lesz szükségetek, és egy Mac-en keresztül fogtok tudni debugolni. Illetve az Instrumentation és az appok, a store-ba feltöltése is az Xcode-on keresztül fog történni, tehát ezt nem tudjátok kikerülni a Samarinnal. Viszont van egy baromi új ütős újdonságuk, hogy a Cloud-ban tudtok tesztelni, és több száz device-on tudtok megtesztelni, és erről mindenféle visszacsatolást tud nektek nyújtani. Tehát ezzel el tudjátok azt kerülni, hogy például Android esetében több tucat telefont kelljen megvennetek ahhoz, hogy egy átfogó képet kapjatok arról, hogy mire képes ez a rendszer. Térjünk rá néhány kínosabb témára, hogy néz ki a dokumentáció a Samarin esetében. Nos, nagyon sokszor abban fogtok találkozni, hogy ebben a szekcióban semmi dokumentáció nincsen. Azt mondom, hogy az dokumentáció 50%-a így néz ki, semmit nem fogtok találni. Hogy alatta látható egy ábra arról, hogy a Stack Overflow hogy néz ki a jelenlegi aktivitás. A legalsó a nullához közelítő értéken láthatjátok a Samarint és a Monotouch-ot, semmi. Nincsen aktivitás. GitHub esetében, hogy mennyi kódkönyvtárat tudtok találni ehhez kapcsolódóan, mivel tulajdonképpen nagyon sok minden csak natívan van megvalósítva, és a Samarin ebből kimarad ebből a jóságból. Látható, hogy a többivel összehasonlítva ez is szinte minimális vagy nulla. Bizonyos Objective-C-ben megírt dolgokat is lehet használni, de ezeket preppelni kell, ezzel szívás lesz. C-sharpos dolgokat is lehet használni, de nem biztos, hogy minden működni fog, tehát ez nagyon játékos tud lenni. Teljesítménnyel is, mivel igazából rengeteg sok reflection-re, p-invoke-ra épül ez az egész,
ez eléggé necces szituációkat tud adni, és mivel igazából több millió kócsort adott hozzá a Xamarin a... Mindjárt befejezem. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok plusz bugot behoz. Most már a Bugzillát a Xamarin egy pár héttel ezelőtt eltávolította, ahogy nőttek a bugok száma, hogy úgy döntöttek, hogy ezt a tezen. Ennyi. Használja ezt valaki. A Xamarin oldalán 420 elérhető, ebből én azt mondom, hogy talán kettő az, ami komolyan vehető, az RDO és a National Instrumenté. És egy kínos kérdés, hogy ha valaki ebben munkát investál, ne talán ezt megtanulja, akkor mennyi állással fog találkozni, semennyivel. És nagyon-nagyon sok kínos kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. Összességében én, ami döntést kimondtam a megrendelőnek, az az volt, hogy no go, én ezzel nem szeretnék menni, és ebben én nem szeretnék munkát investálni. Ők elindultak vele, az alkalmazásnak már meg kellett volna jelennie, nem jelent meg. És még néhány kontakt információ rólam, köszönöm szépen a türelmet, hogy megvertátok ezt a kis csúszást, és várom a kérdéseket, szegezzétek nekem. Mondjad. C-Sharpból az Android-féle ilyen Java bytecode-ra mi fordít? Nos, erre nekik megvan a megfelelő toolingjuk. Hogyha visszalapozunk egy topra. De ez zöveg, tehát ez nem valami generikus megoldás, ugye? Nem, ez konkrétan az ő toolingjuk az, ami megoldja. Ő fordít egy native bytecode-ra. Ezzel megválaszoltam a kérdésem? Rendben. Ott hátul? Ha ennyire rossz, akkor miért kezdték el? Hogy soroljuk, hogy egy pozitív mondom, miért meg kellene belevágni? Nos, igazából az az igazság, hogy ennyi negatívum ellenére ezzel többé-kevésbé működő dolgokat lehet kihozni. Az látható, hogy nem lehet igazán komoly custom alkalmazásokat csinálni, mert az sok szerepből fog vérezni, de egyszerűbb alkalmazásoknál ezt meg lehet oldani. És mindenki abban bízik, hogy átmentheti a C-sharp tudását ebbe a rendszerbe, mert nagyon-nagyon sok cégnél, nagyon sok ember ezzel a tudással rendelkezik, és egy közös kódbázist kell majd karbantartaniuk, amivel csökkenthető a fejlesztés költsége. Ez az ígéret és ez a vágy, ami hagyja ezt az egészet. De szerintem ez a valóságban nem teljesült egyelőre. Nagyon-nagyon gyorsan fejlődik viszont, tehát hónapról hónapra nagyon sok pluszt adnak hozzá. Lehetséges, hogy ez egy pár hónap múlva teljesen másképp néz neki, és én is egy teljesen más előadást adnék elő. Megválaszoltam ezzel a kérdésedet? Igen, köszönöm. Még valami kérdés bárkitől? Tessék. A cloudos tesztelőtörténet az csak a Xamarinnal működik, vagy? Nem, az működik natívakokkal is. iOS-sel, Androiddal és Windows Phone-nal is működik. Viszont ez egyelőre még beta fázisban van, lehet rá jelentkezni, és elég lassan, tehát én igazából bő héttel ezelőtt kértem rá lehetőséget, hogy ki tudjam próbálni, még nem kaptam visszajelzést erről. És virtuális gépekkel készül, vagy valódi eszközök? Nem, ezek valódi eszközökkel készülnek, és annyi a limitációja, hogy ezekről csak képeket fogsz kapni. Tehát be lehet scriptelni, hogy UI-teszteket megalakíts lépésről lépésre, és minden egyes lépésről küld neked egy képet. Tehát például azt lehet ebből nagyon jól leszűrni, hogyha mondjuk egy layout szétcsúszott. De emellett igazából, hogyha mondjuk lefagy, akkor küldnek ezt stack trace-t és exception-öket. Illetve van valami kezdetleges performance monitoring, de az nekem nagyon-nagyon ködös volt a demóból, amikor bemutatták egy héttel ezelőtt. Az valódi tapasztalatom nincs vele, mert én még nem kaptam beta hozzáférést. Igen? Tessék. Van bármilyen más monomonotásra épülő framework, ami ugye ezt a problémát fogja megoldani? Tehát így, hogy jelentetek új fejlesztés, ez nem csak simán egy CLL, hanem van fejlesztés, ami nem tudom. Nem tudok róla. Vagy én legalábbis nem próbáltam mást ezen kívül. Igen? Kérdés még? Bárki mástól? Ez esetben szeretném megköszönni a figyelmet.